Még tavaly kezdődött a nagyforgalmú Tiszavasvári úti felüljáró felújítása Nyíregyházán. Ez állami út, ezért a fenntartója a Magyar Közút. A korszerűsítés idén is folytatódik, és várhatóan augusztusra teljes egészében elkészül. Ugyancsak komoly útfejlesztés kezdődött Máté Szalkán. Ugyanezen kormányhatározat részeként jelenleg is zajlik Máté Szalka déli határában, a 49-es és a 471-es számú másodrendű főutak csomópontjában egy új körforgalom építése, valamint további felújítási munkák vannak ugyanezen projekt részeként előkészítés alatt, így a 471-es számú másodrendű főút Nyírbátor, Nyírcsászári körforgalomtól Nyírcsászári település határáig, valamint a 49-27-es számú összekötő út az M3-as autópálya felüljárójától a 493-as számú főútig, ez érinti Ófehértóbel és Külteleti szakaszát egyaránt. Ha már Máté Szalka szóba került, meg kell említenem, hogy a területi és településfejlesztési operatív részeként jelenleg is kivitelezési munkák zajlanak Máté Szalkán a Zöldfa utca és Megyesi út csomópontjában. Itt egy körforgalom kerül kiépítésre, valamint a Zöldfa utca északi oldalán további 874 folyóméter hosszon teljes körű felújítással egybekötve egy kerékpársáv kiépítése is megvalósul. A Magyar Falu Program forrásaiból is több útszakasz megújul idén a megyében. A 49-01-es számú összekötő út Geszteréd és Balkány között több mint 6 kilométeres hosszúságban. A 41-03-as út Nyírtét és Székely között 5 kilométeres hosszúságban kap új burkolatot. Folytatja a társaság a 41-18-as út felújítását Nagydobos és Szamosszeg között, valamint a Nagyecsed és Győrtelek közötti 49-22-es vonalat is újra aszfaltozzák. Topos maradvány összegből pedig újabb 6 útszakasz korszerűsítését végzik el. Ebből a projektből 2 milliárd forint értékben 6 útszakasz újulhat meg, összesen 10,5 kilométer hosszon. A teljesség igénye nélkül szeretném megemlíteni itt Jánkmajtis belterületi szakaszát, Szamos-Tatárfalva belterületi szakaszát, valamint a 49-01-es számú összekötő út végre a megyehatártól kezdődően egy 1,5 kilométer hosszon felújításra kerül, és szintén meg kell, hogy említsem, Szabolcs-Veresmar térségében a 41-30-es számú összekötő útat is, ahol több mint 3,5 kilométer úthálózat kerül felújításra. Az osztályvezető hozzátette, mivel idén rekordmennyiségű útfelújítás zajlik majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az autósok minden esetben tájékozódjanak az Útinformon a forgalomkorlátozásokról.